Itt az idő, hogy átlépjük a valóság és a képzelet határát. Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem. Mindenek előtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel. Néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Ha az igazságot akarjuk látni, nem mindegy a szemszög. Nézzük meg ezt a képet. Ez a közönséges bohóc cirkusszá változik. Legyen ám résen a mai történeteinknél is. Minden szemszögből vizsgálja meg őket. A végén megtudja, hogy melyik volt igaz. Tehát porondra. De ne hagyja, hogy bohócot csináljunk önből. Miféle titokzatos erő tesz termékenyé egy földet, míg mások értéktelen gazoktól hemzsegnek? Mi lehet a kertészet titka? Joss Myrtle nem volt jó kertész, sőt, mostanában a földje meglehetősen lepusztult volt. De ő akkor sem adta fel, bár anyagilag rosszul állt, termékenyé akarta tenni a földjét, mindegy milyen áron. Még kamasz voltam, amikor megtörtént. Imádtam az apámat, de nehéz időket hozott a családunkra. A farm veszélyben volt, semmi nem nőtt, de ő hajthatatlan maradt. Joss, hallottad, mit mondtam? Hallottam. Nézd csak meg! Ez a föld nem ér semmit. Már 2 éve terméketlen. Csőttömeg gondnokság alá helyezik a birtokot. Figyelj, Joss. Megértem, hogy ez nehéz döntés, de csak azt tudom tanácsolni, hogy adj el mindent, mert így kap még egy esélyt a családod. Paula, ha csődbe megy, ti is mentek vele. Ébredjetek már fel! Az öcsém vagy, Harold, és szeretlek. Azonban a saját otthonunkban nem beszélhetsz így a férjemről. Csak hogy az otthonodat is elveszítheted. Joss, itt vannak a papírok. Ennél biztos nem kapsz jobb ajánlatot. Azt javaslom, hogy alaposan olvasd végig, és fogadd el, mert... Joss, el kell fogadnod ezt az ajánlatot! Csak így mentheted meg a farmot... Reménytelen. Makacs, mint az összvér. Papa! Papa! Minden rendben? Ez a föld a mindenem, April. Már generációk óta a családunké életet adott. Tartozom neki. Méghozzá a lelkemmel. Harold bácsi szerint el kell mennünk. De nem megyünk. A farma családé marad. Megígérem, hogy soha senki nem szennyezi be. Gazdaggá teszem a földet. Termékenyé. Jó, de hogyan, papa? Ne izgulj, elég, ha tudod, hogy maradunk. Néhány éjszakával később az ágyamban forgolódtam álmatlanul. Egész életemben a farmon laktam, és a gondolat, hogy talán el kell hagynom örökre, megrémisztett. Nem akartam elköltözni. Bár én is elég szomorú voltam, a papát viselte meg a legjobban. Nem tudom, miért keltem föl azon az éjjelen. Talán mert meghallottam a hangokat. Az egyik a papáé volt, de a másik egyáltalán nem volt ismerős. Maga jött hozzánk. Felhívott. Jöttem. Miben segíthetek? Megkapja a család a 20 évi termést? Nem árulhatom el, hogy lesz. Tudja, Joss, nem én dirigálok. Nézze, ez mindenem. Nem tudom, hogy bele tudok-e vágni. Most vagy soha, Joss. Hozza meg a döntést. Minden itt van, ami kell. Csak kövesse.
Nem tudtam, ki volt az az idegen. Először Mr. Johnsonnak, egy távol élő gazdag farmernak néztem. Régen láttam egy hasonló kinézetű embert a városban, és a papa azt mondta, hogy így hívják. Muszáj volt követnem őket, hogy lássam, mi történik. Bár fáztam, eszemágában sem volt visszamenni a kabátomért. A reszketés amúgy is belülről jött. Nem tudtam, hogy mit csinálnak, és nem is hallottam őket, mert messze voltam. Ami ezután történt, soha életemben nem felejtem el. Azon az éjszakán láttam utoljára az apámat. Kimentem és láttam. Csak úgy egyszerűen eltűnt. Köddé vált. Hogy csak úgy eltűnt? Biztos rosszat álmodtál. Dehogy is. Mindent láttam. Apa eltűnt. Nem tűnt el. Anya nem hitte el a történetemet. Azt mondta, papa lelépett, és én csak kitaláltam a dolgot, hogy enyhítsem a fájdalmát. De legbelül tudtam, hogy ezt anya sem hiszi el. Amikor azt hitte, elaludtam. Gyorsan kiment a mezőre, ahol utoljára láttam apát azzal a fekete ruhás alakkal. És ott talált rá a ruhadarabokra. A szél elvitte a többit. Egész éjszaka hangosan sűvített a szél. Anyával mindketten hallottunk egy hangot, ami a papára emlékeztetett. Végül egymás karjaiban aludtunk el. Fáradtan, rémülten, mégis békésen. Reggel már nem fújt a szél, és amikor felébredtem, tudtam, hogy valami megváltozott. Éreztem, hogy apa mellettem van. Szinte még abban is biztos voltam, hogy ha kinézek, kint meglátom. Mama! Mama! Mama, kelj fel! Miért? Mi az? Valami baj van? Nincs semmi baj. Gyere! Még sosem láttam ilyen zöldnek a tájat. Lélegzetelállító látvány volt. Meg akartam mutatni a papának is, de sejtettem, hogy már tud róla. Vajon Joss Myrtle eltűnt, hogy a földje részévé váljon? Vagy egyszerűen egy árva szó nélkül elmenekült? Lehet, hogy a lány csupán álmodott azon az éjjelen? Akkor mi okozta a váratlan kizöldülést? Hogy került a ruha a földre, és ki volt a rejtélyes idegen? Vajon ez a történet igaz, vagy ellepte a hazugság gaz? A műsor végén eláruljuk a választ a történettel kapcsolatban. Most egy luxushajó katasztrófája következik. Mi az Manapság nagyon közkedveltek a luxushajók. Az óceánt átszelő gigantikus luxushajó látványa a gazdagságot és a végtelen tenger szépségét ötvözi. És az efféle csodák gyakran megragadják a képzeletünket. Bár a következő történet sokkal régebben játszódik, mint a többi mese, azonban az elmesélése mégis időszerű.
Hűvös téli reggel volt, amikor Harris Fisher, egy meglehetősen sikertelen író, találkozott a kiadójával. Nem rossz az ötlet, Harris, de az embereket nem ez érdekli. Mostanság az igaz történetek sikeresek. Hasfelvetsző csekk, biztos siker. Író vagyok, de azért nem újságíró. A történeteket a képzelet szüli. Annak is eljön az ideje, de addig vegyen egy újságot és merítsen egy cikkből. Az nem én lennék. Szerintem a képzelet mindig is többet fog érni a valóságnál. Higgy el! Fisher alkotói válságban szenvedett, képtelen volt egy valamire való történetet kitalálni. A legnagyobb ötletei egymás után mondtak csődöt. Tudta, hogy a kiadója tanácsa, miszerint az újságból lopjon ötletet, nagyon hasznos. Különösen egy mélyponton lévő írónak, de Fisher minden áron az eredetiségre törekedett. Egy cikk felkeltette a figyelmét. Nagy-Britannia megépíti az első acéltestű hajót. Ebben a pillanatban egy fantasztikus és gazdag történet jelent meg a szeme előtt. Ez az. Innentől már gyerekjáték volt. A képzeletét fogvatartó láncok fokozatosan leszakadtak. Ha az emberek az újságból merített történeteket szeretik, akkor Fisher kész volt megalkotni egy ilyet. Szerette láthatóvá tenni az elképzeléseit, ezért elkezdett rajzolni. Fisher látta maga előtt a hajót. A Titanichoz hasonló óriási luxus hajót. Itt is rendkívül magas kémények álltak ki a fedélzetből. Tudta, milyen irányba akar haladni, úgyhogy egy percre sem állt meg. A Titanichoz hasonlóan ez a hajó is Angliából indult. Fisher tudta, hogy ezzel sikeres lesz, és szép lassan elkezdett írni. Fisher lakását olyan zaj töltötte be, amely már régen tette tiszteletét. Ez az írógép billentyűinek a kattogása volt. Fantáziája meglódult, akár a képzeletbeli hajó. A történet megegyezett a Titanicéval. Ez a hajó ugyanúgy Amerikába, egészen konkrétan New Yorkba tartott volna. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy jó utat kívánjon ennek a csodás, elsüllyeszthetetlen legendának. Néha kétségek merültek fel Fisherben. Valóban sikeres lehet ezzel? Elfogadják-e az olvasók? De minden világosnak tűnt. Ezeket a szavakat papírra kellett vetnie. Néhány órányi gyötrődés után Fisher belevágott a kalandba. A könyvnek el kellett készülnie. A Titanichoz való hasonlóságok fontos szerepet játszottak a történetben. Még a hajó neve is erre utalt. Titán. A kapitányra! Fisher megállíthatatlan volt. Az őt körülvevő világ megszűnt létezni. Jó, jövök már, jövök! Bocsánat a zavarásért, Mr. Fisher, de gondoltam, szeretné, ha megint felhoznám az ebédjét. Köszönöm, Mrs. Clark. Estére hatalmas vihart jósolnak. Van önnél elég tűzifa? Van, nagyon köszönöm. Tudja, a férjemmel csodáljuk a tehetségét. A történetei annyira eredetiek. Köszönöm, Mrs. Clark. Viszlát. Viszlát. Újból írni kezdett. A párhuzamok folytatódtak. A Titán és a Titanic hossza és szélessége tökéletesen megegyezett.
Mindkét hajó 3 propellerrel rendelkezett és 2000 utas szállított. A maguk idején a legnagyobb, legdrágább luxus hajónak számítottak. A gazdagok vagyonokat fizettek, hogy felszállhassanak rájuk. Ezután Fisher bedobta a legnagyobb csavart. A hajó, a Titán, neki megy egy jéghegynek. A Titanichoz hasonlóan sokan lelik halálukat a kíméletlen Atlanti óceán mélyén. Harris, fáradjon beért. Csak meg akartam kérdezni, hogy elolvasta a történetet. Kérem, üljünk le. Harris, egy 70 000 tonnás hajó a legelső útján, 2200 utassal a fedélzetén neki megy egy jéghegynek, és elsüllyed, 1500 ember odavész. Erre sosem kerül sor, Harris. Az embereket nem a képzelgések érdeklik. A képzelgés és a valóság között csak annyi a különbség, hogy a képzelgés még nem történt meg. És ez sosem fog. Próbáljon meg valami mást. Addig is ezt elolvasom még egyszer. Fisher 1898-ban írta a történetet, 14 évvel a Titanic előtt. Hihetetlen, ugye? A Titán története 14 évvel azelőtt született meg, hogy a Titanicot vízre bocsátották volna. Vajon ezek a hasonlóságok csak a véletlen művei? Vagy olvasott egy cikket a készülő Titanicról, és innen származnak a megjegyzések? Talán a szokásos, előremutató művészettel van dolguk. Verne Gyula regényeiben felbukkantak tengeralattjárók. Da Vinci repülésre alkalmas szerkezeteket tervezett. Vajon a képzeletbeli hajó története igaz, vagy az egész egy óriási hazugság? A műsor legvégén természetesen fény derül az igazságra. Most egy katasztrófákat jósoló napló története következik. Régen kulcsra zárható naplókba véstük bele a legféltettebb gondolatainkat. A mai modern generáció inkább a számítógépén írja meg magánélete minden titkát. Kim Maddox magányos lány volt, aki szintén számítógépes naplót vezetett. De egy nap idegenek törtek be személyes érzései menedékhelyére. Ennek szörnyű következményei voltak. Mindenki kerül. Azért zárnak ki, mert néha előre látom a dolgokat. Miért én? Még most is alig hiszem el, hogy az a kis görcs hozzám mert szólni. De mit mondott? Valamit Brad bulijáról. Kapjuk el. Jó ötlet. Kim, hoztunk neked valamit. Nem voltam népszerű, de Rása és Déli az volt. Örültem, ha velem is foglalkoztak. Leket! Látom, milyen hülye képet vágott. Annyira leoltottuk. Nem őket gyűlöltem, hanem magamat. Elmentem sétálni. Vigyázz ki! Minden bizonnyal elbújtak a közelben. A számítógépe szabad préda. Biztos valami különleges helyre megy. Kit izgat, hová megy? Van egy jobb ötletem. Kukkancsunk be Kim világába. Annyira elbambultam, hogy az ajtót sem zártam be. Sejtem ezután mi történt. Ugye nem láttak meg? Senki se látott, gyere! A hátsó ajtón. Még jó, hogy nem rablók vagyunk. Ott van a számítógépe. Lássuk a medvét. A naplót keresd. Jó. Vajon min járhat a veréb agya?
Nézd már, mindenkiről írt valamit. Hát. Ilyeneket hogy találhat? Várj, mi is itt vagyunk. Március 13. Láttam Délit és a pasiát, Treviszt a suli folyosóján. Sajnos hamarosan szakítanak, szegény Déli. Ez tiszta hülyeség. Rása megbukik társadalomismeretből, a nyárra a suliban kell maradnia, pedig Európába akart utazni a szüleivel, hihetetlenül bunkó tanárt kapott. Jó, hagyjuk, a csaj nem százas. Visszajött, tűnés! Siess már! Amikor visszaértem, nem tudtam, hogy itt jártak. Feltűnt, hogy a gép be van kapcsolva, de azt hittem, hogy véletlenül hagytam így. De furcsa volt. Egy ijesztő pillanatig kételkedtem. Ráhibázott! Köztudott, hogy utálom azt a tantárgyat. Halló! Szia, Travis! Mi? Mi az, hogy fújjuk le a dolgot? Kizárólag azért jártam veled, mert megsajnáltalak, te hülye barom! Ostoba gyökér! Déli! Mi van? Igaza volt! Ki mindent megjósolt! Igazán? Jó, derítsük ki még mit tud. Hihetetlen, hogy csak úgy betörünk. Csak tudni akarom, hogy mit jósol jövő hétre ez a boszorkány. Már megint rám tört az a furcsa érzés. Valami rossz fog történni. Füst. Déli háza füstöl. Mi? Te jó ég! Hozzánk mennek! A megérzéseimet csak magamnak írtam. Felkészülni se tudtam. Egyszer csak rám törtek. Váratlanul úgy éreztem, hogy valami szörnyűség történik Rásával és Délivel. Nem tudtam, hogy képes vagyok-e megakadályozni, de figyelmeztetnem kellett őket. Szia, Kim! Holly! Csak arra gondoltunk, beugrunk köszönni. Tudom, hogy nem nagyon jöttünk ki egymással. Szeretnénk mindenért bocsánatot kérni. Remélem, már nem haragszol, ugye? Aha. Rendben. Nem jött többe? De! Örülök, hogy beugrottatok. A szüleim csak éjjel érnek haza. Gondoltam, elmegyek az itteni moziba. Ti nem jöttök? Meg kéne beszélnünk valamit. Rendben, rendben. Jó, akkor ott talizunk. Jól van, pontban 8-kor. Jó, ott leszünk. Szia! Majd el is megyek. Végül nem mondtam el, amit akartam. Nem is akartak barátkozni. De ha titokban olvasták a naplómat, akkor úgy is tudták. Muszáj ezt csinálnunk. Szálljunk már le a csajról. Jó, majd később. Nem bízhatunk a számítógépekben. Könnyen megbetegednek. Várj! Előbb olvassuk el, hogy mit írt. Valami szörnyűség fog történni Rásával és Délivel. Autóbalesetben hallak meg, amikor Brad bulijára mennek. Ezt nem hiszem el. Akkor is elmegyünk arra a bulira. Sejtettem, hogy végül nem jönnek el velem mozizni. Éppen akkor zajlott Brad bulija is. Az a legszomorúbb, hogy oda sem jutottak el, és én tudtam. Nem kívántam egyiküknek sem semmi rosszat. Nem az ő hibájuk, hogy bunkók voltak. És nem az én hibám, hogy a végén magamra maradtam. Mint mindig. Úgy kerek a történet, ha elmondjuk, hogy mi történt a két lánnyal. Pár percre rá, hogy beleolvastak a naplóba, életüket vesztették egy autóbalesetben. Vajon Kim tényleg megjósolta a vesztüket, vagy úgy megrémültek a naplóbejegyzéstől, hogy pánikba estek vezetés közben,
és magukra hozták a bajt. Viszont mivel magyarázható az összes többi jóslat pontossága? A történet lehet igaz, de lehet hamis is. Ön mit jósol? A válasz természetesen a műsor végén kiderül. Most egy amnéziás nő megpróbálja összerakni a múltját, és rálel néhány furcsa titokra. Az emberi agy túl bonyolult, hogy megérthessük, mégis használjuk. Elfojtott emlékek, tiszta memória, déjà vu. Mind itt lapul, és mindegyik megmagyarázhatatlan. Jane Doe nem emlékszik a múltjára, leszámítva néhány homályos, mégis ismerős emlékképet. Ön most belép a világába. Ezt az amnéziás történetet nem felejti el. A baleset óta emlékezetkiesésben szenvedek. Jane Doe-nak neveztek el, és én utáltam ezt a nevet. Nem tudták, ki vagyok és honnan származom. Nem szerepeltem a nyilvántartásban. Csak néhány felvillanó emlékkép maradt. Ebből az egyik tisztulni kezdett. Állj! Susan, légy szíves, álljunk meg itt! Susan a kórházban dolgozott, ahol ápoltak. Megkérték, hogy vigyen el egy több száz mérföldre lakó specialistához. De amit útközben tapasztaltam, az többet jelentett minden segítőkész orvosnál. A múltam tisztulni kezdett. Hirtelen úgy éreztem, hogy egyszer már jártam itt. Erre az étkezdére is emlékszem. Hát, ez azért nagyon furcsa. Valami azt súgta, hogy rengetegszer sétáltam fel az emeletre a múltamban. Jó napot, hölgyeim! Mit kérnek? Egy gardénia koktélt kérnék. Micsodát? Egy gardénia koktélt. Tejszínhabbal. Ez csak egy kis kocsma. Két adag fagylalt, gyömbérsör, dióreszelék a tetejére, egy virág alakú pohárban felszolgálva. Régóta vagyok már itt, de még senki se rendelt tőlem gardénia koktélt. Mit szólnának Bud különleges sütijéhez? Jöhet, miért ne? Nem lesz semmi baj, Jane. Ne nevezz már Jane-nek. A nevem nem Jane Doe. Tessék. Poszttraumatikus emlékezetkiesésben szenved. Egyszerűbben fogalmazva, amnéziás vagyok. Higgy el, ha tudnék, segítenék, de most látom itt először. Viszont Annie többet tud, mint én. Már legalább 100 éve kézbesíti a leveleket a környéken. Oh. Beszélgess vele, nekem ki kell mennem a mosdóba. A mosdó... Arra van, jobbra fordulsz, majd balra, és ott lesz a zenegép eszemben. Jól mondja a hölgy. A szokásosat kérem. Limonádé 2 cukorral. Honnan tudta? Nem vett régen limonádét egy kislánytól a Spring Street-en. A Spring Street-en? Az... már az I-90-es autópálya része. Évek óta nincs meg. Jól vagy, drágám? Nem tudom, mindjárt szétrobban a fejem. Csak villanásokat látok, semmi mást. Mi a baj? Az asztal. Valamiért különleges.
AW és BP. Mit jelenthet? Ismered őket? Nem, de ismerősnek hangzik. BP, Billy Palmer. Állítólag Iddekkot. Szegénykém. Autó balesetben halt meg. Már jó rég. Meg akart nősülni. A város melletti hídon történt. Úgy éjfél körül. Igen. A temető még a Szent Mária templommal szemben van? Az még ott van. Menjünk, Susan. Köszönjük. Azt hittem, hogy a temetőben végre megtalálom a kulcsot a múltamhoz. Billy Palmer sírkövét bámultam. Imádkoztam, hogy előhozza az emlékeket. Ki lehetett? Úgy éreztem, ha sokáig állok ott, megtudom a választ. Bár nagyon reménykedtem, de hiába. Billy sírja végül egyetlen választ sem adott nekem. Olyan közel jártam, hogy megtaláljam magamat. És? Semmi. Üresség. Azt hittem, hogy itt lesz a megoldás. Jane Doe sosem tudta meg az igazságot. Pár méterrel arrébb ott volt a lány sírja is, aki Billyvel volt azon az éjszakán. És a megszólalásig hasonlított Jane Doe-ra. Angela Wright született 1930, meghalt 1950. Vajon Jane Doe előző életében tényleg ebben a városkában lakott? Valóban ő halt meg abban a régi balesetben? Vagy csak egy véletlenszerű hasonlóságról van szó? Nem először kérjük, hogy vizsgálja meg egy történet igazságtartalmát. Ahogy a nagy filozófus Yogi Berra mondta, minden tiszta déjà vu. Hamarosan kiderül, hogy ez a történet igaz vagy hamis. Most jöjjön egy történet egy rejtélyes tűzesetektől hemzsegő házról és egy titokról. Azt mondják, a tűz minden idők legnagyobb találmánya. A segítségével megsüthetjük az ételt, fűthetjük a lakást és világíthatunk. Mindennek, amit azóta feltaláltak, köze van a tűzhöz. De a tűz Stuart és Laura Freeland életében más szerepet játszik. Elpusztítja az otthonukat. Ha nem bízhatunk a biztonságunkban, nem marad más, mint a tüzes félelem. Harold Peters nyomozó több mint 20 éve rendőr. Rengeteg ügyön dolgozott már. De az efféle ügyek azok, amelyekre örökké emlékezni fog. Ezért van itt, válasz reményében átkutatja a romokat. Láthatta, milyen az, amikor egy álomház terve egyszerűen füstbe megy. Stuart, segíts! Szívem, menj onnan! Gyerünk befelé! Tűz van! Menjek! Óvatosan! Ott is van-e? Mi a franc ez? Áramot kikapcsolni! Kikapcsolom! Meg tudnak szállni valahol? Igen, persze. Érthetetlen. Most vettük a házat. Azt mondták, minden rendben van. Bevallom, még sosem láttunk ilyen lángokat. Ide küldünk egy villanyszerelőt. Minden jót. Biztos, hogy ez az? Persze, ez az. Nem értem, vadonatújnak látszik. Semmi baja. Ez meg hogy lehet? Nem tudom, de kicserélem és ellenőrzöm a vezetékeket. Ha a gond elektromos, megtalálom. Fúj. Stuart! Szívem, mi ez a szag? Nem tudom, én is pont most éreztem meg. Itt is érzem. Vajon honnan jöhet? Nem tudom.
a tűzoltókat! Mi lehet ez? Nem tudom. A tűzoltóság is megerősítette az átható kénszagot. Már 5 különböző eset miatt hívták ki őket a Freeland házhoz. Újabb tűz, újabb zsákutca. Harold Peters nyomozóra bízták rá az ügyet. Freeland vagyok. Örvendek, lenne pár kérdésem. Jó. Tehát a neve Stuart Freeland, ugye? Igen. Az öné? Laura Sloan Freeland. Uh-huh. Van-e a Sloan végén? Nincs. Mi ez az egész nyomozó? Miért nyomoznak? Mi is erre próbálunk rájönni. Végül is a tűzoltók nem járhatnak folyton ide. Elmondom, mit furcsálok. Nincs égési nyoma falon. Ha tűzzel érintkezne, akkor lenne nyoma, de... még sincs. Már járt itt egy csomó felügyelő, villanyszerelő. Még a talajt is feltúrták, de nem találtak semmit. Kár. Mi a foglalkozása? Építész vagyok. Hm. És... jól keres? Igen, jól. Mire céloz nyomozó? Hogy szándékosan gyújtogatunk? Jaj, nem, dehogy. Őszinte leszek. Nem tudom, mi történt. Nincs égésnyom se a padlón, se a falon. Ilyen rohadt tüzet még nem láttam. De a tűzoltók sem. Akkor mit csináljunk? Fogalmam sincs. Hívjanak egy médiumot. Másnap Freelandék felhívták Dr. Lloyd Cameront, aki egy rendkívül híres és sikeres médium volt. Nos, sehol sincs hőmérséklet vagy energiaszint változás. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem a házzal van a baj. De sejtem a választ. Lehet, hogy a gyújtogató energia magukban van. Úgy állni, ez őrültség. Ez hogy történhet meg? Valaki csinált valami rosszat. Úristen. Mi az? Bennem van. 9 évesen a testvéremmel, Scotttal épp a házunk mellett gyújtogattunk. A tűz elszabadult, és a házunk leégett. Az apám azt mondta utána, hogy a tettest mindig követi a tűz. Annyira megrémültünk ettől, hogy nem mondtuk el az igazat. Erről senki se tud. Most már igen. Ez mit jelent? Ha tiszta a lelki ismeret, akkor a szellemek távoznak. A titkolózás és a tagadás a paranormális tevékenységek legfőbb forrása. Ön tiszta, Mr. Freeland. Ennek ellenére a tűzesetek továbbra is folytatódtak. Végül a biztosító társaság kideríthetetlen gázokra hivatkozva ledózeroltatta az épületet. Stuart és Laura Freeland másik városba költözött. De valamit hátrahagytak. Hey! Az egyik munkás talált rá a romok között és átadta Peters nyomozónak. Elsőre csak egy emlékkönyvnek tűnt. De benne volt a megoldás. Egy régi fényképalbum volt olyan emlékekkel, amelyek már csak terhek az ember vállán. Egy szörnyű tanulságra emlékeztet, amire nem akarunk emlékezni, de félünk elfelejteni. Kiderült, hogy Laura Sloan Freelandet gyermekkorában szándékos gyújtogatással gyanúsították. A tűzben több ember is életét vesztette. A médium eltalálta. Azonban nem a férjben lapult a gonosz energia, hanem a feleségben. Peters nyomozó választ kapott. Csak az a kérdés, hitte benne? Vajon ez tényleg megtörtént eset? Valami kigyulladhat anélkül, hogy tudományos magyarázat lenne rá? Talán a tüzeket egy kísértet okozza, akit azért küldtek, hogy megbüntesse a lángoló múlttal bíró nőt? A történet igaz vagy hamis? Ez az égető kérdés. Itt az idő, hogy eláruljuk a látott történetek közül, melyik igaz és melyik egyszerű kitaláció. Az igazságra fény derül. Lássuk hát, milyen jól működött ma az ítélő képessége. Az első történet egy farmerről szólt, aki a lelke segítségével termővé tette a földjét.
hogy ítélkezett? Úgy vélte a történet mese, jól tette. Elmeszülemény. Mi van az íróval, aki 14 évvel korábban megírta a Titanic tragédiáját? Egy 70 ezer tonnás hajó a legelső útján, 2200 utassal a fedélzetén neki megy egy jéghegynek és elsüllyed? 1500 ember odavész? Erre sosem kerül sor, Harris. Az embereket nem a képzelgések érdeklik. Ha maga szerint ez a történet igaz, eltalálta, valós. Lássuk a diáklányt, akinek az elektronikus naplója megjósolta a jövőt. Muszáj ezt csinálnunk, szálljunk már le a csajról. Jó, majd később. Nem bízhatunk a számítógépekben. Könnyen megbetegednek. Várj! Előbb olvassuk el, hogy mit írt. Rendben. Valami szörnyűség fog történni Rásával és Délivel. Autóban esetben halnak meg, amikor Brad bulijára mennek. Ezt nem hiszem el. Akkor is elmegyünk arra a bulira. Sejtettem, hogy végül nem jönnek el velem mozizni. Éppen akkor zajlott Brad bulija is. Nem kívántam egyiküknek sem semmi rosszat. Nem az ő hibájuk, hogy bunkók voltak. És nem az én hibám, hogy a végén magamra maradtam. Mint mindig. Megtörtént esemény az alap. Igen, az. Igaz. A következő történet egy amnéziás nőről és egy tragikus előző életről szólt. A szokásosat kérem. Limonádé 2 cukorral. Honnan tudta? Nem vett régen limonádét egy kislánytól a Spring Street-en? A Spring Street-en? Az... már az I-90-es autópálya része. Évek óta nincs meg. Jól vagy, drágám? Nem tudom, mindjárt szétrobban a fejem. Csak villanásokat látok, semmi más. Vajon az amnéziás nő története valós eseten alapszik? Ezúttal nem. Kitaláltuk. És a ház története, ahol különös tüzek pusztítottak, vajon igaz? Az apám azt mondta utána, hogy a tettest mindig követi a tűz. Annyira megrémültünk ettől, hogy nem mondtuk el az igazat. Erről senki se tud. Most már igen. Ez mit jelent? Ha tiszta a lelkiismeret, akkor a szellemek távoznak. A titkolózás és a tagadás a paranormális tevékenységek legfőbb forrása. Nem tiszta. Mr. Freeland. Egy irányíthatatlan és megmagyarázhatatlan tűz. Mégis akadt rá példa. Hol a határ a tény és a képzelet között? Mindannyian világosan látjuk, hogy némelyik kérdésre nincs észszerű válasz. Viszontlátásra! Legközelebb is új történetekkel jelentkezik a Rejtélyes Igazságok. Maradjanak velünk, mert már is kezdődik az emberi történetek.